Ahogy megszokhattátok, ezen a héten is elhoztuk nektek a legérdekesebb híreket, vágjunk is bele! Már többször beszéltünk arról, hogy nagyon támogatjuk azt, hogy a PlayStation zászlóshajó játékai azok pár évvel később megjelennek PC-re. Na hát most a Miles Morales-en van a sor, ugye tudjuk, hogy ez egy ilyen spin-off-szerűség volt az eredeti Spider-Man-hez képest, de ez is egy nagyszerű játék, talán játékidőben egy kicsit rövidebb, mint a nagy Spider-Man játék, de ettől függetlenül viszont egy hatalmas élmény volt szintén, és egyáltalán nem gyengébb semmiben, mint az eredeti. Na de ebben most nem menjünk bele bővebben, a lényeg az, hogy megjelent a gépigényen játékhoz, itt láthatjátok egy kis táblázatban, és mindenki eldöntheti, hogy tudja futtatni a PC-el vagy nem. Mi pedig örülünk annak, hogy a PC-sek is részt vettek ebben a fantasztikus kalandban, úgyhogy háló hintára fel! És ha már PlayStation, megszokhattuk azt, hogy a különböző generációk alatt kijönnek kisebb fajta módosítással a gépek, ami azt jelenti, hogy nem lesz mondjuk sokkal erősebb, de mondjuk egy picit kisebb lesz, vagy jobb lesz a hűtése, halkulnak, stb. Már egyébként eddig is jött ki a PlayStation 5-ből egy újabb verzió, mert egy-két dolgot megváltoztattak, ezek tényleg minimálisak. Viszont most, ha minden igaz, akkor létrejöhet egy olyan verzió, aminek lecsatolható lemez meghajtója lesz. Aztán meglátjuk, hogy ez tényleg megvalósul-e, hiszen még ez egyáltalán nem biztos. Elméletileg 2024-től érkezhet. És itt felmerül még egy kérdés, ugye, hogy a használt játék eladás szempontból ugye a cégek mindig ugye viaskodni szoktak. Emlékezhetünk arra is, hogy volt egy ilyen balhé még az Xboxnak ennek a generációnak a bejelentésekor, amikor korlátozni próbálták a lemezes verziókat is. És annak idén a Sony csinált elő egy vicces videót. This is how you share your games on PS4. Thanks! Szóval itt is mennek folyamatosan a harcok, úgyhogy hogyan lehetne jobban lefölözni a használt játékpiacot, vagy esetleg visszaszorítani, vagy jó a cégnek, hogyha teljesen digitálisan vásárolnak, vagy nem. Mindegy, ezen is lehet elmélkedni. A lényeg az, hogy elméletileg 2024-ben majd meglátjuk, hogy jön-e új a PlayStation 5 verzió. Bár még csak most lett hivatalos, de nem hiszem, hogy bárkit meglep az, hogy a 3000 széria után a 4000 szériához érkeztünk az Nvidia kártyák tekintetében. Az új kártyák természetesen az előzetes hírek szerint, előzetes belengetett tesztek és mindenféle ígérgetések szerint természetesen divaj erősek lesznek, igaz ez különösen a 80-as és a 90-es végű verziókra, amik ugye mindig a csúcs közelében vannak egy szérián belül. Természetesen rengeteg újdonság van még, egy hatalmas keynote-ot bemutatott egyébként az Nvidia, amit szokás szerint majd a blog végén mutatjuk, hogy ugye hol kell megnézni a szokásos helyen. Ezen kívül rengeteg felhasználási területről beszéltek, ipari felhasználás, grafikusok, autóban is ugye egyre inkább kielezett az, hogy autóban milyen chipeket tudunk tenni, milyen erős, hát hiszen most már ott tartunk, hogy a Teslától kezdve, nem tudom, még az androidos tabletekkel ellátott gépekig, ugye azok is tudnak játékokat futtatni. Szóval rengeteg felhasználási felület van, tényleg érdemes megnézni azoknak is, akiket érdekel jobban, hogy hogyan fejlődik a technológia a grafikus kártyák terén. Mi pedig örüljünk neki annak természetesen, hogy fejlődünk, és ezáltal a más nem is, de elérhetőbbek lesznek az előző generációk. Már a hivatalos bejelentés előtt pletykálták, hogy esetleg az új FIFA-ba, ami egyébként az utolsó FIFA is lesz, ugye el is már sokat beszéltünk, hogy utolsó EA Sportsos FIFA jelenik meg idén, ezzel lezárul egy ikonikus együttműködés, egy ikonikus partnerség tulajdonképpen, úgyhogy mi is kíváncsiak vagyunk, hogy egy picit az elmúlt évek hát kicsit rossz helyze után tudnak-e valamit domborítani az EA-nél, hogy megmutassák, hogy az utolsó FIFA azért tényleg fantasztikus volt, és most van egy jó hírünk, ami esetleg ezt segítheti elő, ugyanis Ted Lasso és csapata be fog kerülni a FIFA-ba. Ha minden igaz, akkor karriermódba választhatjuk majd őt, mint menedzsert, és akkor természetesen az FC Richmondot is tudjuk majd menedzselni, irányítani. Hát ez számomra egyébként tényleg egy nagyon jó hír, ugyanis karriermódon nem nagyon játszottam az utóbbi években, ugye tudjuk, hogy mindig a fut módról vannak ugye hát hideget-meleget szoktunk ugye kiabálni például Csitivel is, szóval általában nem szoktunk játszani a karrier móddal, de ha valami becsalogathat abba, akkor az tényleg Ted Lasso, ugyanis imádom ezt a sorozatot, nektek is ajánlom egyébként, hogy nézzétek meg, rengeteg díjat is nyert idén. Ez egy tényleg egy igazán kedves és jó hír, és amellett, hogy elismerjük, hogy van marketing értéke, de ez egy ilyen szívmelengető, tényleg egy ilyen jópofa újítás, hogy bekerült a FIFA-ba, úgyhogy még egyel több indok, hogy várjuk ezt az utolsó FIFA-t, ami egyébként pár lapon meg is jelenik.
Néha az emlékek megszépítik a múltbéli játékokat. Nekem is van egy-két olyan régi klasszikus, amire úgy emlékszem vissza, mint hogyha tűles grafikája lett volna, fantasztikus, fotorealisztikus, sci-fi elemekkel minden. És ha most megnézném, pláne olyan felbontásban, akkor egy kicsit talán csalódnék. Na hát most készül egy Half-Life 2 remake Unreal Engine 5-tel, ami, hogyha minden igaz, akkor tényleg úgy néz ki, itt láthatjátok is egy kis gameplay videót, amit most bejátszunk nektek, hogy tényleg olyan, mint hogy emlékünkben él Half-Life 2, aztán, hogyha mellé tennénk az eredetit, akkor láthatnánk természetesen, hogy ezért közel sem így nézett ki, de valahogy így emlékszünk rá, hogy ebben a kis felújításban, de azért ne örüljünk még annyira, természetesen ez még nem egy teljesen full játszható játék, itt mindösszesen egy rövid demo van egyelőre, és az sem elérhető egyébként még, úgyhogy nagyon nagy kérdés természetesen lesz ebből valami, hiszen hát tudhatjuk azt, hogy a lelkesedés az ki szokott tartani általában egy ilyen hangulatos demóig, amikor egy ilyen amatőr csapat csinál egy remake-et, aztán ahogy előttük már tolnyosul a több hónapnyi vagy akár több nyilvi feladat, akkor ezek a projektek azért beszoktak dőlni. Egyébként azt hozzáteszem így a végére, hogy én jobban örülnék egy folytatásnak, mint egy remake-nek, tehát ha választhatnék, akkor inkább játszom újra a régi grafikával, hogyha van kedvem hozzá az eredeti verziót, és játszanék egy Half-Life 3-mal, vagy egy Portal 3-mal, vagy egy bármi 3-mal, amit a Valve egyszer az életbe kiadna. Az Apex Legend is belefutott egy olyan problémába, ami korábban többek között például a Call of Duty korábbi részeinél is már elő-elő fordult, hogy nevezetesen egy olyan fegyvert skint adtak ki véletlenül, ki tudja, hogy hogyan, vannak, akik nyilván azt mondják, hogy ezek szándékos dolgok, és akkor itt megy a adókapok az interneten. A lényeg az, hogy kiadtak egy olyan fegyvert skint, amit Heat Sinknek hívnak, amivel állítólag jobban lehet célozni, ha minden igaz, akkor azt mondják az emberek, hogyha ugye én dánolunk vele, vagyis azt jelenti, hogy felhozzuk egészen a szemünk elé ugye a célzókát, akkor jobban ki lehet látni ebből a skinből, egy nagyobb lyuk van rajta, nem annyira zavaró, ezáltal sokkal jobban lehet célozni, sokkal jobban érzékeljük a környezetünket, stb. Tehát egy olyan skinről van szó, ami bizony azt jelenti, hogy aki azzal játszik, az lehet, hogy ügyesebb lesz, az lehet, hogy hatékonyabb lesz. Nyilván ez egy hatalmas probléma, mert a skineknek csak arról kéne szólniuk, hogy milyen szép, milyen jól néz ki, és ízlés szerint tudnánk váltogatni, de ez egy hatalmas csalás egyértelműen a játékban, hogyha olyan fegyvert tudunk a kezünkbe venni, amivel jobban lehet célozni, vagy mondjuk esetleg olyan, és előfordult már a múltban, olyan skint lehetett felvenni magára az emberre, a játékosunk kinézetére, hogy mondjuk rosszabbul látszódott, vagy kisebb teret adott magában, és ezáltal kevesebbet lehetett eltalálni. Szóval azért mondom, hogy itt hatalmas problémák vannak, és nyilván a balansz, a kiegyensúlyozottság a legfontosabb az ilyen játékokban, de elméletileg a készítők azt mondták, hogy most már tudnak a problémáról, és próbálnak rajta javítani. Hát itt megint el lehet gondolkodni azon, hogy hát vannak, akik még az egyenlőbbnél is egyenlőbbek. Ezek voltak erre a hétről a legfontosabb híreink, és hát természetesen ezen a linken, ahogy ígértem, mindenki nézze meg az Nvidia-nek a különböző fontosabb bejelentéseit, hiszen talán az volt a legnagyobb durranás ezen a héten. Mi pedig jövő héten majd újra jövünk a legérdekesebb hírekkel, addig is sziasztok!